Két hete járják folyamatosan a földeket, ma reggelre azonban ismét ez a látvány fogadta a vállalat munkatársait. 100 négyzetméternyi hiányzik a termésből. Mintegy 700 hektárnyi területen, 14 község határában termesztik a különleges hibrid vetőmagborsót, melyet a tolvajok évről évre előszeretettel megritkítanak. Az a viszi, megpucolják és piacon eladják sajnos. Úgy, hogy ez a borsó ez vegyszerezve van. Tehát miután mi vetőmagot termesztünk, ezért ilyenkor kell permeteznünk, kénytelenek vagyunk lefújni, és igen sok mérget tartalmaz. A borsóföld határában jól látható helyen tábla jelzi, hogy frissen permetezték a területet. A tolvajokat ez mégsem riasztja vissza, pedig a permetszer rovarölőt és gombaölőszert is tartalmaz. A rovarölőszer ez az ideg pályákra van hatása, tehát egy ideg méreg, egy piretroid idegkárosodást okozhat. A gombaölőszerek közvetlen hatása nincs, azonban azt tudni kell róla, hogy a megszületendő magzatra van hatása, tehát hogyha ezt terhes nő fogyasztják, akkor ott a magzatot károsítja ez a hatóanyag. A mezőgazdasági ZRT a rendőrséggel közösen évek óta szervez ellenőrzési akciókat a földek határában annak érdekében, hogy megakadályozzák a lopást. Mezőfalvai ZRT-vel nagyon szoros a kapcsolat a Dunajvárosi Rendőrkapitányságnak. Ebbe az akcióba természetesen részt vesznek még a Dunajvárosi rendőrökön és a Mezőfalvai ZRT munkatársain kívül a polgárőrök is, és együttesen alkotnak csapatokat, és tulajdonképpen a borsólopást szeretnénk ezekkel a razziákkal és ellenőrzésekkel megelőzni. A cég szakemberei hangsúlyozták, ők nem a tolvajok okozta anyagi károk miatt aggódnak, hanem azokért a mit sem sejtő emberekért, akik például a piacon vesznek a termésből, hiszen hiába főzik meg a borsót, ha nem telt még le, a vegyszer hatóideje komoly egészségügyi problémákat okozhat. Ezért azt kérik a lakosságtól, csak is olyan helyen vásároljanak, ahol az eladó igazolni tudja a termés származási helyét.